Továbbra is ömlik be folyókon keresztül Magyarországra a hulladék. Nagy része nem itt keletkezik, hanem a Tisza, a Szamos és a Bodrog hozza Ukrajnából, de gyakran észlelnek a szakemberek szemetet Románia felül is. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság erre a problémára kifejlesztett géplánca másfél éve kezdte meg működését, idén februárban pedig már 6-szor kellett bevetni a szennyezés miatt. A tél végi árhullámok következtében voltak olyan napok, amikor percenként 50-70 darab kommunális hulladék érkezett. Egyértelműen a Felső Tiszán és egyértelműen Vásárosnaménál, tehát a Szamoson érkezett nagyon-nagyon sok kommunális hulladék, illetve a Tiszán is érkezett, és ezért kellett ott Vásárosnaménál felállítanunk ismét ezt a gépláncot. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy részleges medertárat alakítanak ki ebből a hajó, ezzel a hajókból álló géplánccal, félig meddig elzárják a medret, és kiterelik a szemetet egy kiszedőhelyhez, ami direkt erre van megépítve, és ezen a kiszedőhelyen pedig ugye a markológépeink kiszedik, és utána kezdődik a szétválogatás, de a legnagyobb probléma mindig és most is egyértelműen a Felső Tiszának a legfelsőbb részén van, tehát a Vásárosnamin feletti szakaszokon. Január végén indult az idei első PET-kupa akció. Összesen 22 tonna szeméttől sikerült megszabadítani a folyókat. A vízfelszín mentesítése ilyenkor főként a vízügy feladata, a munkának nincs vége akkor sem azonban, amikor ezek a műanyag palackok kikerülnek a folyóból. Utána jövünk mi a képbe, így a PET-kupa akciócsoportjaként, csapataként, hiszen ott vagyunk, és a vízügy után a kvázi előválogatott hulladékot még tovább válogatjuk. Ugye ezt külön válogatjuk a műanyagot, műanyagon belül is külön fajtára szín szerint, illetve az üveget és a fémet. És ezeknek indul utána az újrahasznosítása, amivel most már azt mondanám, hogy nagyon nagy eredményeket tudunk elérni, ez a 7 tonna, ez a korábbi évekhez képest, ez iszonyatosan magas számnak számít. A munka a leghidegebb februári időben is zajlott. Az eredmény itt is jelentős, az önkéntes petkalózok 3,3 tonna üveget, 160 kg fémet és 3,8 tonna műanyagot válogattak szét, melyek aztán hamarosan visszakerülnek a mindennapok körforgásába. A PET-kupa hulladékmentesítő akciói pedig folytatódnak. A szokásos nyári főverseny mellett a Tisza tavon és a Bodrogon is lesznek még programok. Persze ehhez az is kell, hogy enyhüljön a járványhelyzet. A résztvevők addig is betartanak minden lehetséges óvintézkedést. Ennek tudatában merjük vállalni azt, hogy az idei évre már elkezdtük szervezni a programokat. Ugye három nagyobb kupa lesz, három PET kupa, lesz a Felső Tiszán, lesz a Tiszatornán és lesz a Bodrogon is. Úgy készülünk, hogy ezeket meg tudjuk valósítani, van több forgatókönyv, a legrosszabb eset az, hogy el kell halasztani, de mi bizakodóak vagyunk és tervezzük, hogy lesznek ezek az akciók. Az önkéntesek emellett folyamatosan kapcsolatban vannak az ukrán és román vízi hatóságokkal és szakmai szervezetekkel, hogy a további szennyezéseket megelőzzék. Mindez a tapasztalatok alapján még mindig sok éves munkát igényel, az eddigi szerepvállalás során azonban több külföldi szervezetet sikerült már bevonniuk a mentesítő és szemléletformáló projektekbe.